A nagynéném volt az angol kisasszony magyarországi rendfőnök asszonya. Kész. Egészen csodálatos módon végre fölvettek a Szegedi, akkor még nem József Attila, Szegedi Egyetemre, matematika-fizika szakra, és ott találkoztam Laci bácsival. Mi kapcsolatunk, mint hallgató és professzor, hát az nem volt semmiféle különös, így tófélek, Laci bácsi egy darabig kisvászott, és utána elkezdett, amikor valaki konokan marhaságokat mondott, akkor elkezdte verni az asztalt meg a táblát. Úgyhogy nekünk ilyen különösebb nexusunk nem volt, ezzel szemben viszont negyedéves korunkban, mikor matematikai logikából vizsgáztam, hát én nem tudom, hogy ki van itt, aki matematikai logikát hallgatott és vizsgázott belőle, hát az két részből áll, az ítéletkalkulus, ez amivel mi foglalkozunk szakmán, a másik a függvénykalkulus, az egy borzalmas dolog. Na lényeg az, hogy az ítéletkalkulusból, amit... A cséppalvi kacsi felugrik, és az... Cséppalvi szerintem... Hogy gyönyörű. Az ítéletkalkulus, ilyen, ezt tudtam, aztán belekérdezett, hát ez borzasztó dolog volt. Lényeg az, hogy ez már fél háromkor volt, azt mondja Laci bácsi, hogy hát azt mondd meg, hogy mit csináltál, mielőtt ide jöttél. És mondtam, hogy hát én rádióműszerész voltam, mert nem vettek fel. Tényleg? Na hát mondja, hogy neki van egy lemezjátszója, meg egy kenyérpirítója. Mind a kettő nagyon-nagyon emléke, ez egyiket Hollandiában vett, másikat nem tudom, hol vette. Meg tudom-e csinálni? Hogy? Hát én most esténként is ezt csinálom, rádiókat javítok. Na, kurzon gut, Laci bácsi mondta, hogy most akkor jöjjek el vele, az a nyomba. Elmentünk, megkínált, mert lemaradtam a menzáról, megkínált ebéddel, és utána ideadta a kenyérpirítót a lemezjátszó, hazavittem, megkérdeztem és megcsináltam. Óriási mázlém volt, meg tudtam csinálni. Különben nem lenne logikai kérdezik. Akkor meg tudtam csinálni. Akkor teljes csak. Laci bácsi erre emlékezett, és akkor, amikor 1900-ben már akkor diplomáztunk, stb., akkor megint műegyetemista akartam lenni, már levelező tagozaton, akkor elmentem, volt ilyen, hogy Ravel, posta, rádióvitel-technikai és elektro-akusztikai üzemben, ott rádió műszerésznek mentem el tanári diplomával, hogy onnan majd fölvesztek a műegyetemre. Fölvesztek. De az Laci bácsi azt mondta, hogy mit hülyéskedek, nem kell ez nekem már, azt hiszem harmadéves voltam. Közben megesküdtem, hogy Rácsos villany oszlopot Cremona erőterve az életben nem fog tervezni, így engedtek át annak idején a mechanika vizsgát. Na szóval mechanika. Lényeg a következő, hogy Laci bácsi 55 szeptemberében létrehozott egy szemináriumot, és telefonon engem megkeresett, ott a Ravelnél, hogy jöjjek el, van-e kedvem eljönni erre a szemináriumra, ahol ilyen dolgokkal fogunk foglalkozni, mint a matematikai logika műszaki alkalmazásai, és úgy beresúgta azt is, hogy hát kis kibernetika, meg kis számítástechnika, nem